Ez egy olyan közleményezés, amelyik alapvetően a Kárpát-medence egészének a zsidó kultúrájára fókuszál, és egységként tekint rá. Magyarországról elengedhetetlen a Mazsisznak a kezdeményező szerepe, hiszen ez a szervezet az, amelyik a legrendszerszerűbb és a legnagyobb mértékben ápolja ezeket a zsidó hagyományokat és értékeket a Kárpát-medencében, itt Kárpátalján különösen, hiszen Kárpátalja egy nagyon erős, nagyon értékes zsidó közösségnek a hazája, és egy változatos zsidó kultúrát, zenekultúrát, irodalmi kultúrát mutat, és ezt szeretnénk megörökíteni az évről évre megrendezésre kerülő Kárpátaljai Zsidó Napok programjával. Ebben a programszervezésben a Beregszászi Konzulátus egy partner szervezői szerepet játszik. A Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztérium az egyik fő társ finanszírozója ennek a programnak, a Bethlen Gábor alappal együtt. És hát egy nagyon komoly zenei programsorozat valósul meg ez alatt a 4 nap alatt. Örülünk, hogy ennek a tömegvonzása, a közönség érdeklődése is egyre nagyobb láthatóan, hiszen előző évben még a kis zsinagógában tartottuk a kezdő nyitó rendezvényt, koncertet, most már a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolának az aulájában kellett helyet találnunk ahhoz, hogy elférjen a sok érdeklődő. A debreceni Dixieland Jazz Band egy fantasztikus virtuóz jazz muzsikát mutatott be, amelyiknek sok szállal kötődése van a kárpátaljai, kárpát-medencei zsidó, sőt, hát egész nem is csak Kárpát-medence, de európai kitekintés zsidó muzsikára, klezmer muzsikára. Ezt a közönség felgeteges ovációval fogadta és átérzéssel, úgyhogy úgy hiszem, hogy igen sikeres volt ez a mai este. Egykor nagyon népes, sok tízezer fős kárpátaljai zsidó közösség mára sajnos hát egységnyi néhány száz vagy ezer főre olvadt, ugye ez részben a holokauszt következménye volt, részben a szocialista szovjet időkben egyre erősödő Izraelbe való kivándorlás következménye. Ugyanakkor nagyon sokan érdeklődéssel fordulnak, már kivándorolt zsidó honfitársaink nagy érdeklődéssel fordulnak a magyarországi és a kárpátaljai feléledő zsidó kultúra, művészet, zsidó élet iránt, és egyre többen jönnek haza ezeket a programokat megnézni, meghallgatni. Nagyon fontos, mert azért ez hozzájárul ahhoz, hogy ez egy élő kultúra legyen továbbra is. Ezt továbbadják, tovább örökítsék, ezeket a dallamokat eljátsszák a világon mindenhol, ahol magyar zsidó emberek élnek. Tehát azért ennek a kárpátaljai fesztivál szervezésnek, zsidó napok szervezésnek szerintem nagyon komoly hagyományőrző szerepe van, ehhez próbálunk mi hozzájárulni. Hát most az egyes városokat sorra véve körülbelül egységnyi zsidó emberrel számolhatunk. Legutóbb például a zsidó napokat megnyitó sajtókonferencia egyfajta kulturális programjaként a Houston, a Huszti Színházban szerveztünk egy néptánc, népdal koncertet a Sodró Együttes közreműködésével, amelyben nem csak magyar, hanem kárpátaljai zsidó dalok, népzene is előadásra került. Rendkívüli sikerre zajlott, hiszen teltház volt a színházban. Ez szerintem annak a jele, hogy igen nagy érdeklődés van a zsidó zenekultúra iránt. Ott 100 zsidó ember alkotja jelen pillanatban a zsidó közösséget. Ez csak egy példa. A városokban körülbelül milyen arányban maradtak meg a zsidó emberek. És ebből a 100-ból egy 91 éves bácsi, Klein bácsi az, aki magyar nemzetiségű, a többiek orosz nyelvűek. Hát Klein bácsi számára dedikáltuk ezt a koncertet, és ennek egy ilyen ezáltal nagyon megható, bensőséges hangulata is volt.